Sziasztok, itt vagyunk Ásotthalmon a Rózsa Sándor Fesztiválon. A mai nap folyamán érdemes lesz velünk tartani, hiszen marha pörkölt főzőversennyel kezdünk, aztán pedig az emlékház átadására kerül sor, a Tömörkény emlékház átadására, ahol a legendák szerint maga Rózsa Sándor is fogyasztotta az italokat, és persze a pandúrok idegeit is. Ezt követően pedig Rózsa Sándor emlékfájához fog vonulni az ünneplő tömeg, Toroszkai László polgármester úr vezetésével, ahol pálinka áldás fog következni. Én bevallom őszintén, ilyet még nem láttam, úgyhogy érdemes ezt, is megtekinteni. A nap lezárása pedig a Tambura étterem megnyitója lesz, ami tradicionális délvidéki ízeket kínál az arra éhezőknek. Még ezzel sem fog véget érni a programsorozat, hiszen a legkitartóbbakat este nem más, mint maga Bunyós Pityu fogja szórakoztatni. Gyertek velünk! Mi rotyog itt éppen? Itt? Hát a legjobb diósgyőri marhapörkölt. Diósgyőri marhapörkölt Ásotthalmon? Messziről jött? Igen, messziről jöttünk. Mi diósgyőr szurkolók vagyunk. Gyerekek, hajrá diósgyőr! Hajrá diósgyőr! Hajrá diósgyőr! Milyen speciális fűszerek vannak benne? Hogyan készül akkor ez borsodi módra? Ezt ha elmondjuk, akkor le kell, hogy szúrjunk téged. Ki a legnagyobb rivális itt a főzőversenyen? Körbenéztetek esetleg? Nincsenek riválisok. Mindenkivel barátok vagyunk. Ők is messziről jöttek, mert mindenki messziről jött. Hogy látjátok azt, hogy a Rózsa Sándor vagy akár a betyár kultusz mennyire érvényesül 2021-ben? Mi nagyon benne vagyunk, mivel ott van a Gábor barátom, ott a narancsára napszemüvegbe. Ő itt lakik Szatymazon, és mi nagyon sokat járunk le hozzá. Nagyon szeretünk itt lenni. Honnan jöttetek ide a Rózsa Sándor Fesztiválra? Ásotthalmiak vagyunk. Ja, helyiek vagytok, ásotthalmiak. Akkor... Igen, úgyhogy próbálj képviselni az ásotthalmiakat is. Én szeretem, hogy az emberek foglalkoznak még ezzel, és nem csak a modern technika, hanem egy kis hagyományos dolgok. Kijövünk, főzünk egyet, iszunk, társalgunk, szociális dolgok, úgyhogy kellene több ilyet csinálni, főleg a fiataloknak. Elszeparálódtunk egymástól, és most ez még inkább összehozza az embereket. És hát a mai fiatalság szerintem annyira nem veszi ki a részét ebből, de ki kellene. Sikerülni fog akkor kikerülni az Instagram, a Facebook és a Tinder Bermuda háromszögéből? Szerintem nem. Szerintem? Hát a mai nap folyamán biztos. Egyébként meg hát ez már a mai világ. Évekkel ezelőtt, egészen pontosan 6 esztendővel ezelőtt azon gondolkodtam, hogy hogyan lehet Ásotthalomból egy olyan turisztikai csodát csinálni, ami majd ide vonza azokat az embereket, akiket egyrészt érdekel a magyar történelem, érdeklő őket a magyar kultúra, a magyar hagyományok, és szeretnének egy picit kiszakadni mondjuk a nagyvárosi millióból, visszatérni eleink, őseink világához, amely például megteremtette Rózsa Sándor legendáját, amely egyedülálló a világon, talán csak az angolok Robin Hood története mérhető hozzá. Ez az épület, ez egy 18. századi épület, az 1700-as években épült, és a Tömörkény család kúriája nagy tanya épülete volt ott a szegedi felső tanyákon. Annyira bizonyíthatóan kötődik Rózsa Sándorhoz, hogy Tömörkény Istvánnak 2 novellája szól erről a kúriáról, és hogy Rózsa Sándor hogyan vendégeskedett náluk. Komoran kérdezte. Mit fizetek, uram? A zabért. Semmit, felelt apám sietősen, már hogy is gondolta valahogy, hogy fizetni kell ezért a zabért. Akkor látta csak meg apám, hogy ez nem valami Sándor, hanem az igazi Sándor. A vezér megjött. Ma mindenkit szeretnék meghívni egy pohár, egy kupica pálinkára. Kezicsokom, ki van lenne a pincében most? Toroszkai. Toroszkai van a pincében? Igen, Toroszkai László. Rózsa Sándor nincsen? A Rózsa Sándor vagy a Toroszkai tud több pálinkát meginni? Én. Jó napot, urak! Én azt szeretném kérdezni, hogy ki van most ott a Rózsa Sándor, osztogatja a pálinkát, ki osztogatja a pálinkát? Kóstolták-e már? Igen, Toroszkai Laci polgármester osztogatja, nagyon finom. És ő most mindenkivel iszik egy pálinkát? Nem.
Igen. Hát, aki elfogadja. Rózsa Sándor 21. századi örökösei azért jó páran itt vannak. Egyrészt Betyár hagyományőrzők, vagy akár Oszter Sándor színművész, aki ugye Rózsa Sándort játszotta a híres TV filmsorozatban, és egyébként a legjobbkor jöttetek, mert én most ugye itt azért mindenkivel szeretnék kocintani, és hát legalább 5-600 ember van kint, úgyhogy ha mindenkivel kocintok, akkor a végén már nem biztos, hogy tudtam volna interjút adni, de azért nyilván én azért még óvatosan, nekem még sok a dolgom van. Ez a daráskő, ami ugye itt a pince falát adja, ez is mind eredeti, tehát ezek a kövek, ezek mind látták Rózsa Sándort ugyanígy poharazgatni, mint hogy mi most itt poharazgatunk, és egyébként ebben a borospincében, ugye ez egy nagyon furcsa, Magyarországon első alkalommal megnyitott gasztromúzeum, igyekszünk a hagyományőrző módon a 19. századi Szeged környéki világnak a viseletében fogadni majd a vendégeket jövő héttől, és nem csak itallal, tehát pálinkával, vagy mondjuk helyi borokkal, hanem olyan helyi ételekkel, amelyek a 19. századi a Szegedi Múzeum által felkutatott szakácskönyvek alapján készülnek majd, tehát egy időutazásban lesz majd része azoknak, akik ide eljönnek. Isten áldja minden lépést! Köszönöm szépen! Ugyanilyen gyönyörűséget! Köszönjük, hogy itt van! Nagyon szépen köszönjük, hogy itt van! Blájat állíjak itt rázsát. Kocsmáros névot hozzon az asztalra, egyszer blájat állíjak itt rázsára. Édes anyám tár, a kislány nem lőzze. A mok gyűnnek a fegyveres vitéz. Ez a fa, ez önmagában egy botanikai csoda itt a homokon, a homok hátságon, hiszen lassan már 300 éves fáról beszélünk. Volt, amikor találkoztam olyan valakivel, aki eljött és itt fohászkodott. És azt mondta, hogy ez a fa, mint ahogy valamikor több ezer évvel ezelőtt, amikor az emberek még közelebb álltak a természethez, ez a fa, ez nagyon közel van Istenhez. Tehát ennek a fának valami nagyon különös kisugárzása van, amit sok száz éve ismernek az emberek, nem csak itt Ásotthalmon, hanem messze vidékeken is. Amikor üldözték, akkor felkapaszkodott ennek a fának az ágai közé, és a csillag nevű lova az sokszor még becsalta a mögöttem látható erdőségbe az üldözőit, és miközben várta vissza a lovát Rózsa Sándor a történet szerint, itt kényelmesen fönt pipázgatott ezen a fán. Sokszor megkérdezik tőlünk, főleg személyesen tőlem is, hogy miért csináljuk mi ezt? Miért magyarkodunk? Ugye? Gondolom, hogy önök is megkapták már itt Anyaországban ezt a kifejezést, hogy magyarkodunk. Én nekem ez, amikor ezt meghallom, ez nagyon-nagyon fájdalmas, és nagyon rosszul érem ezt meg. Kislányommal is, hogy most jöttünk idefele, beszélgettünk, és meséltem neki, ugye, hogy még Hajdújárás és Ásotthalom is régebben egy országhoz tartozott. Most már mi sajnos nem tartozunk egy országhoz, de egy nemzethez tartozunk, ami nagyon-nagyon fontos. 1943 őszén Hajdújáráson az akkori plébános és az emberek azt találták ki, hogy állítanak egy emlékművet. Valamikor ott a 70-es évek végén, 80-as évek elején a következő utáni plébános áskálódott az udvarban és megtalálta ezeket a kincseket, ha mondhatom így. Amikor 43 őszén megszületett az a gondolata mi őseinkben, hogy valahogy fejezzük ki azt az együvé tartozást, valahogy mutassuk meg azt, hogy mi is érzőszívű magyar emberek vagyunk, azt most 80 év után meg fogjuk tudni tenni. És azért tudjuk megtenni, mert úgymond idézőjelben magyarkodunk. És azt gondolom, hogy erre van szükség. És én azt szeretném, azért hoztam el a lányomat is, hogy mi egy erős gyökeret eresszünk. Egy nagyon szép közös projektünk volt, kerékpár úttal kötöttük össze Ásotthalmot Szabadkával, ezzel igencsak megnövelve ennek a gyönyörű vidéknek a turisztikai vonzerejét, hiszen mostantól nem csak a most épülő ásotthalmi látnivalókat lehet majd megszemlélni, hanem át lehet menni a határon, ott a Ludasító, ott a Palicsító, gyönyörű szép vidék van a határ mindkét oldalán, úgyhogy az a kérésem, hogy mindenki vigye tovább ezt a hírt, hogy érdemes eljönni hozzánk, és a határ mindkét oldalát érdemes megtekinteni, mert gyönyörű szép látnivalók vannak, és hát Rózsa Sándor pedig közös örökségünk, közös kincsünk, ez a legenda. Isten éltessen!
miért szeret a művészudás otthonba járni. Ugye említette ott a fánál, hogy kedvenc, egyik kedvenc úti célja. Így van. Hát most már lassan 6. éve járok én ide. Ott voltam, amikor a Rózsa Sándor fáját tulajdonképpen felavattuk. Akkor itt voltam, amikor a betyár találkozó helyet, tehát a buvó helyét ugye megcsinálták és felavatták. Itt voltam, amikor a Rózsa Sándor élményházat szintén felavatták. Tehát valahogy ez a film, ez a Rózsa Sándor úgy látszik végigkísér egész életembe. Hiába csináltam mellette körül tévéfilmekkel együtt a 100 filmet, a Rózsa Sándor az valahogy úgy kísért engem. És azt mondta az Ilyés Gyula, hogy ide figyelj fiam, ez lesz az egyetlen film, amit az utóbbi időben forgattak, ami legenda lesz az országba, egy legenda, és te leszel az a legenda, te viszed azt a legendát. Hát itt érzem ezt az emberek szeretetén, ezen a rengeteg emberen, aki itt összejön ilyenkor erre a Rózsa Sándor eseményre. Jelent-e még bármit ez a film a mostani fiataloknak? Mi az ön vélekedése? Én megmondom erre, egyértelműen nem tudok válaszolni egyértelműen. Azt tudom, hogy elmegyek valami olyan helyre, ahol sok fiatal van, aztán nézd, ott megy a teljes ember. Az Argó. Argó 1, Argó 2. És mondják, ott megy a teljes ember. 74-ben pedig San Sebastiánba a Mesztelen vagy című filmmel szintén nagydíjat kaptam, és akkor 3 éves hollywoodi szerződést kínáltak föl nekem. De akkor ott jelentem, hogy nem Hollywoodba. És azt mondta Mr. Hawknak, a Hollywood egyik fő tulajdonosának, hogy I am glad to see you. Én nagyon örülök, hogy látom önt. Do you speak English, Oster, Mr. Oster? I don't know. Nem baj, nyelvet, tanár lesz maga mellett, autót kap, stb. 3 év, első film $250,000. Néztem a szerződést, gondolkodtam, hogy hát nem jövök Amerikába, én többet Magyarországra nem jöhetek. Nem fognak, hogy ez még a pártállam volt. És azt mondtam neki, egy kis idő múlva, hogy Mr. Hauk, először Magyarországon csinálok karriert, és utána majd hívjon fel, és visszatoltam neki a szerződést. Szó szerint véreresek lettek a szeme, és ezt hallottam. Hívta még önt utána? Nem. Ilyen a világ. De nem bántam meg. Ahogy az a tambura alatt olvasható délvidéki ízek házát adunk át. Ásotthalom 1920 óta egy határmenti település. Egy olyan határmenti település, ahol kezdődik a délvidék. Ezért mi a délvidéki ízeket szeretnénk itt megmutatni, azokat a magyar ételeket, amiket Bácskában, vagy akár itt Ásotthalmon ismernek, vagy kevésbé ismernek, így aztán természetesen a batáta is az asztalra kerül, hiszen Ásotthalom a batáta, az édes burgonya fővárosaként lett híres az elmúlt néhány esztendőben, de emellett meg lehet majd kóstolni akár a mondjuk egy jó csevapot, vagy egy pleszkovicát, amit mondjuk a délvidékieknek nem kell bemutatni, hogy mi az, de mondjuk egy budapestinek lehet, hogy majd meg kell mutatni, hogy mi az, mert bunyavác, horvát és szerb hagyományok is keverednek a délvidéken, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy azért ezzel együtt fogadja tőlünk szeretettel ezt az éttermet, hogy ezt mi amatőrök csináltuk, úgyhogy innentől kezdve a profik fogják majd átvenni. Kevesebb Adria, több Ásotthalom.